Marosfőn zajlott 2011. augusztusának első hetében a Kárpát-medencei Katolikus Közösségek Hálózata, közismertebb nevén a Háló Egyesület tábora. A rendezvényt a térségben szervezett számos egyéb nyári táborhoz, kulturális megnyilvánuláshoz hasonlóan támogatta Hargita megye tanácsa. Nagyon fontosnak tartsuk a Háló mozgalom tevékenységét, hisz a fiatalok számára, és hát ugye itt a nyári időszakban változatos szabadidőtöltésre lehetőséget kell biztosítani. Ugye különböző típusú jellegű táborok sokaságát támogatta a Hargita megye tanácsa ebben az évben is, és azt gondolom, hogy a vallásos lelkületű a szeretetben, a hitben igazában hívő fiatalok számára egy jó alkalom volt a hálótábor, és abban is bízom, hogy nagyon sok olyan kapcsolat alakult ki, nagyon sok olyan barátság, ami hosszú távon biztos ennek a fiataloknak az életét kedvezően fogja befolyásolni. Ugyanakkor meg gondolom, hogy olyan hasznos tudásodra is szertettek, és olyan előadások hangzottak el, ami abban a hitben tudja megerősíteni a fiatalságot, hogy itthon kell maradni, és egymást kell segíteni, mert tényleg, ha látjuk ezt a gazdasági válságos világot, egyre inkább ugye az értékek leszorítkoznak a pénzre, a hideg valóságra sokszor, és közben elfelejtsük, hogy egymás kezét megfogjuk, egymás odafigyeljünk, egymás segítsük, és az ilyen szellemiségű táborokra nagy szükség van, ezért is támogattuk kiemelt programjaink között a hálótábor, tehát nem pályázati rendszerben kellett támogatásért forduljon, mert szeretnénk, hogy ez a tábor hagyományosan tovább erősödne, úgy, ahogy elkezdődött az elmúlt években, és én örülnék, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a fiatalok részére. De mi is az a Háló Egyesület? Egy magyar kezdeményezésű, keresztény ihletésű mozgalom. Elsősorban a felnőtt katolikus hívőket akarja megszólítani, de az ökumenizmus eszmét magáinak valva nyitott más keresztény felekezetek és általában minden jó akaratú ember felé. Az egyházon belül működik, annak közösségi arcát hordozza. A közösségi egyház építésén munkálkodik, támogatva az egyházi vezetőket, az egyházért felelősség érzőket, oly módon, hogy nem akar párhuzamos egyházat létrehozni és bármit kisajátítani. Minden út a jó Istenhez vezet, és ezeken a lelkiségi csoportokon keresztül mindenki a maga lelkiségét, ami jobban segíti őt hitének megélésében, ezt segíti az elő. Nekünk, mint az egyház vezetőinek, minden lelkiségi csoportot föl kell karolnunk, és ezzel tudjuk igazában az egyház nagy szervezetébe őket belekapcsolni, és ezért minden egyes alkalmat kihasználunk, hogy velük jó kapcsolatot tartsunk, és minél szorosabbra fűzzük ezt a kapcsolatot. A 2011-es tábornak a Marosfői Sportkomplexum adott otthont a színes programokban bővelkedő egyhetes rendezvénysorozatra több mint 350-en érkeztek az egész Kárpát-medencéből. A jelenlevők az idei tábor mottójának választott kereszténység és magyarság, illetve a kettő szerves kapcsolatáról szóló előadásokon, tematikus programokon, öt altáborra bontva vehettek részt, korosztályos csoportokba tömörítve. Ennek a mai napnak példaképéül a délvidékiek Hunyadi János hadvezért, kormányzót választották, és arra kértek, hogy a beszédemben is próbáljak ráutalni. Hát én azt az egyszerű megoldást választottam, hogy halála előtt, amit a fiaihoz intézett, hogy az Isten félelmet és a hazaszeretetét hagyom rátok örökségül. Ezt úgy éreztem és úgy gondoltam, hogy nem csak az ő két fiának, hanem mindannyiunknak örökségül hagyta, és ezért ezt az alkalmat, amikor a kereszténység és a magyarság témája ennek a hálók találkozónak, akkor éppen ezt foglalja magába ez az üzenet is, és ez az örökség is.
A Kárpát-medence több országából érkező, a keresztény értékrend, a nemzeti és európai kultúra fele nyitott embereket fogadjuk, ahol egy héten keresztül lelki, szellemi, kulturális és sportprogramok keretében az érett, társadalmáért felelős keresztény ember kiművelését segítjük. A tematikus előadások ezek élményszerű feldolgozása, a lelkiség, a kultúra, a baráti együttlét eszközei segítik a tábor céljainak megvalósulását. Hirdették a szervezők. Nagyon régi hagyományunk, hogy kárpát-medencei táborokat szervezünk. Az idei tábornak a célja, hogy a két nagyon fontos témát, amely hozzátartozik a gyökereinkhez, a kereszténység és a magyarságnak a témáját járjuk körül, és meggyőződésünk, hogy a kereszténységben és a magyarság kérdésében is tudatban otthon kellene lennünk, és ezért szeretnénk az ilyen irányú gyökereinket erősíteni, és meggyőződésem, hogy a kárpát-medencei magyarságnak mindkettő rendkívül fontos. Ebben szeretnénk töltekezni, fejlődni, és élményszerűen megélni a gyökereinkkel való kapcsolatot. Az egyhetes rendezvénysorozatra 5 országból érkeztek a résztvevők. Táborunkba hagyományosan a nyári táborban Kárpát-medencéből vannak a résztvevők, hálósok és a háló iránt érdeklődők, nagyjából nyitott, kereső emberek. Körülbelül 350 résztvevőnk van a Kárpát-medence szinte minden régiójából. Nagy bánatunk és szomorúságunk, hogy a vízumkötelezettség miatt a kárpátaljai barátaink nem tudnak most itt lenni. A tábor programját 5 altáborba szerveztük meg, korcsoportonként osztottuk szét az altáborokat. A legkisebb altábor a Csalóka altábor, ott az óvodásokkal foglalkoznak, a Csemeték a kisiskolások, az A Cseplesz a tini, 13-17 éves korosztály, az ifi altábor, az erdő altábor, ők a 18 évkor felettiek, és a felnőtt altábor a rengeteg altábor. A tábor 5 altáborral működött, felnőtt, ifi, tini, kisiskolás és óvodáskorú korosztályos csoportokat hoztak létre a szervezők. Arra gondoltunk, hogy ehhez a témához, hogy kereszténység, magyarság másképpen kell nyúlni az életkor függvényében, jobban el lehet mélyíteni a felnőtteknek, hogyha színvonalas előadásokat szervezünk nekik. Ugyanakkor, hogyha az óvodásokat játékokkal és foglalkozásokon keresztül tudja ez a téma megérinteni és megfogni. Tehát úgy valójában ezt a kor sajátosságot próbáltuk, hogy a tábor üzenete, a tábor témája mindig a megfelelő korcsoportnak a megfelelő módon tudjon szólni. A foglalkozásokban, színes programpontokban nem volt hiány. Aktív hetet tudhatnak maguk mögött a résztvevők. A számtalan, tartalmas előadás kiscsoportos beszélgetések mellett kirándultak a környékre, de nem maradt el a közös ima, bőven volt sport, zene, különböző kézműves foglalkozások, jókedv és kacagás. Élményekben gazdagon, a háló lelkiségének és szellemiségének jegyében feltöltekezve távozhattak az egyhetes tábor résztvevői Marosfőről.